Ha szeretnél menő PG-13-es termékeket venni, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a leírás legfeljebb sorát, rákattint a linkre, és már kedvedre válogathatsz is. Ha van egy kis időt, kérlek, kövess be az Insta és Facebook oldalamat, ugyanis itt mindig kapsz értesítést az újabb videókról, és hogyha bekövetsz, akkor minden 500. vagy 1000. betűm után fogok PG-13-es termékeket sorozni. Na, mindenkinek sziasztok, Sáckint vagyok, és hívjuk mindenkit egy következő videóban, sziasztok! Na! Ebben a videóban egy különleges dolog lesz, ugyanis, de hogy ezt mindig elmondom, mindig itt lesz a videókat annyira, nem baj, na. Szóval ebben a videóban falut váltottunk kissel, igen, itt van kis is, szia kis, és igazából az a helyzet, hogy nem nagyon van pénz lehetőségünk, ugyanis az előző faluból eléggé gyorsan kellett eltávoznunk, szóval nem nagyon van házunk kissel, és nem annyira olcsók itt a házak, meg nem nagyon lehet így bérelni, meg ilyesmi, szóval valószínűleg munkát kell találnunk a faluban, és hát eléggé nehéz lesz, szóval nem tudom, én elsősorban pedig terület vagyon jó ember, mi van? Pedig terület vagyon jó ember. Ezt nem tudom, kimondta, de úgy tűnik, hogy kihallgattak. Na jó van, elsősorban én benézek a kovácsba, hogy hát ha, aha. Wow, itt van 2 gyémánt. Oké, király. Na, megkérdezem, hogy hány gyémántba kerül egy lakás valamelyik falusitól. Mert király lenne, hogyha megtudnánk. Mondjuk. Tőle, úgy látom, hogy ráér. Szia, hello, csá! Figyelj már, én most kerültem ide ebbe a faluba, és szeretnénk egy házat venni a kutyámmal. És nem tudom, nem tudod esetleg, hogy hány gyémánt körül lehet venni egy kisebb házat? Jó lenne valami kezdetleges, hogy legalább így meg tudjunk lenni. Nem mondom el, kérdezze meg mástól. Jaj, de jó. Jó van, értem, ennyire érdekes izéket még nem találtam, na mindegy. Hello, szia, nos, mindegy, most költöztem ebbe a faluba, és szeretnénk egy házat venni a kutyámmal. Mennyibe kerül egy ház? Kb. Hány gyémántba? Nagyjából 64 dia. Wow, annak azért van ára. Jó, van, mindegy, van 2 diánk, amit a Kovácsnál találtunk, szóval még kell 62. Jó, köszönöm, és nem tudja esetleg, hogy hol tudok valami munkát találni így a faluban? Mert jó lenne ezt így kifarmolni még úgy a mai nap, vagy nem tudom, egy héten, a hét alatt, vagy bármi. Örülnék neki. Szerintem, hogyha ez így sikerülne. Hát szoktak maga, mi az, magasztgatni kifelé mindenfelét. Aha, de nem tudja bárhol, hogy valami jó normális munka még úgy jó is lenne nekem. Meg talán úgy el tudnám végezni, meg ilyenek. A gólem mellett, tehát van valami gólem. Aha, itt a gólem. Ó, mi van itt? Nem találtál munkát? Ja, amúgy köszi! nem találtál munkát? Itt a lehetőség, óvó bácsikat keresünk, jelentkezz a helyszínen. Jaj, nem már. Mit akar? Bántani falusiakat? Megöllek. Mi van? Mi van? Mi az, hogy bántani akarok falusiakat? Most ezt nem értem. Jó, oké. Mindegy, a gólem mondta ideges, ja? Oké. Jó van. Na, meg kell keresni az óvodát, de van egy olyan érzésem, hogy ez lesz, mert ott vannak gyereknevek. Jó, oké. Bemegyünk, és megnézzük, hogy van az álláskeresési lehetőség. Remélem, hogy tetszeni fog a kutyáimnak a... Jaj, a kutyáimnak? tetszeni fog a gyerekeknek a kutyám, na. Hello, jó napot, óvó néni. Az állás keresés miatt, maga nem gyerek. Igen, az állás miatt jelentkeznék. Mert úgy láttam a hirdetést, és meg mondták is. És ja, kéne nekem egy kis izé. Komolyan? Végre? Ja, igen. Olyasmi. Ezért jöttem igazából, hogyha ez még úgy elérhető, vagy bármi. De gondolom, hogy akkor elérhető, vagy nem tudom. Menjen csak, szabad vagyok. Mi a? Mi a? Ez milyen gyorsan lelépett? Te jó ég. Oké, akkor elvileg megkaptam a állást, szerintem. Ez azt jelenti. Jó, oké, és mi van ott? Ovónő. ott mászkál. Jó van. Szerintem elment. Oké. Sziasztok, gyerekek! Akkor ezek szerint én vagyok az új óvóbácsi. Hello. Nincs túl sok gyerek szerencsére, szóval ja. Jó nyapot. Na, sziasztok! Mit szoktak amúgy csinálni a gyerekek? Várjátok, a kaput bezárom, hogy azért ne nagyon tudjanak megszökni, meg ilyenek. Nem tudom, láttátok-e már a kutyámat, de amúgy itt van, nagyon aranyos, meg minden. Szóval, ha valaki meg akarja simogatni, de csak észre, de csuki. Igen, így van. Most így mi lesz? Ó, megjött még egy gyerek. Hello, szia, elkéstél, vagy nem tudom, gondolom. Gyere be nyugodtan, gyere nyugodtan. Szia, én vagyok az új ovóbácsi. Gondolom. És ja, ez az első zé. Anya nem kejtett, bocsi. Nem probléma, dehogy, nem baj, meg semmi.
Oké, okay. Jó van. Hát gyerekek, mit szoktok csinálni az óvodákban? Itt mi van amúgy? Ez mi? Ó, ez a WC. Jól van. Szabad simizni? Persze, nyugodtan megsimogathatod meg minden. Csak ne bántsátok lehetőleg meg ilyenek. Jó, csinál. Elment vészre, ahogy látom. Mit kéne csinálni az óvodában? Tele van mindenféle gombokkal, ilyen jelenézékkel. Óvó bácsi, mondjad! Mondjad, kész vagyok. Jó, rendben. És akkor mit csináljak, vagy mi van? Jól van. Most mit kéne tennem? Jó, rendben van. Anya. Mi van, anya? Ne, kisgyerek, nem mehetsz ki! Ne már. Ne, figyelj, nyugi. Nem szabad kimenni. Jó, ügyes vagy, jó. Ó, Istenem, jó, várjátok, valamivel be kell fednem, hogy ne tudjanak kiszögdösni. Mert ez így nagyon nem lesz jó. Ez ki? Mi van? Várjátok, ezt bezárom. Mi a? Ne! Kisgyerek, ne! Ne bánts! Ne szabad verekedni! Miért ürik a falusiakat? Csúnya! Értem, de ne bánts! Nem szabad! Jaj, nem már, hogy itt kell, ezzel kell majd szenvednem. Hogy ők random meg akarnak izélni. Hát, mekkora olja van máj? Jaj, nem hiszem el. Jaj, nagyon-nagyon szenvedős órák lesznek ezek, amiket itt fogok tölteni. Na jó van. Mit kéne most akkor tényleg csinálnom, mert most így van kocsikád? Jó, amúgy ezek szerintem eljátszanak, de amúgy nem mondták el nekem, hogy mit kell csinálni a gyerekekkel? Add ide! Most ezek veszekednek. Nincs vita, nyugi, na, ne ütöges, jó kis nyugi, ne öld meg a gyerekeket, akire vigyáznom kell. Na, nyugalom, ne vitatkozzatok, az nem old meg semmit. Na, itt egy buti kutyi. Na, látod ott egy kis autó nálad? Amit felvettél, az a gomb. Látod, az a kis autó? Játsszál vele nyugodtan, azt hiszem. Wow. igen, játsszál, így, valahogy így, vagy nem tudom, fizika? Igen, ügyes vagy, fizika, nagyon jó! Ja, valahogy így, azt hiszem. Jól van, nem tudom. Ezt figyeld, mi az? Mi az? Mondjad. Ki tudom mondani, hogy ki tudod mondani az R betűt? Wow, ne. Ne, megint szökik, nem hiszem el, ne! És bezárt, nem hiszem el. Oh, Istenem, ez hiba volt ez a munka. Hiba volt ez a, mit csinálsz? Kisgyerek? Ne, mit csinálsz? Ne, oda rabász fel! Hadd oda rabász fel! Kisgyerek, ne! Gyere le! Ne, gyere le! Nem hely fel! Ne! Oh, víz van ott. Halleluja! Te! Hallod? Jaj! Hú, de megijesztett, Istenem! De hallod? Ne csinálj ilyeneket, jó? Menjél szépen vissza a szobodába! Ne csinálj semmit, jó? Ne, szépen menjél vissza! Úgy, ügyes vagy! Ó, Isten! Ne oda! Mit csinálsz? Ne! Felütötte magát! Ne! Ki ide! Nem hiszem, menjél vissza a vízbe! Ne! Jaj, Istenem! Jó, oké, elállt! Na, menjél vissza az óvodába! Haj, nem áll, erről senki nem mondta, hogy ennyit kell velük szám. Mit csinálsz? Ne! Kigyújtotta a szobodát! Ne! Dobd el azt az öngyújtót! Dobd el! Nem! Dobd el, fúj! Istenem! Megőrülök! Miért csinálod ezt? Finom volt a csekked amúgy, papi! Mi van? Milyen csekkem? Mi van? Kisgyermek, ne látszuk ezt, jó? Léci, csak menj vissza! Aj, megenni papírt! Ne egyél papírt! Gyere szépen vissza az óvodába! Gyere szépen vissza, kérlek! Ne szögdösen, nem üthetem meg gyerek, de... Aj, ne játsszuk már, ez csak... Nem bántatod! Ne, megtámadta a gólem. Ne, egy HP van a gyereknek, ne! Gólem, hagyd őt békén! Nem hiszem el. Nem már. Jaj, Istenem! Meg kell ölnöm a gólemt is ez a gyerek miatt, 3 HP-n van, menekülj! Menekülj! Megállt? Nem állt meg. Menekülj, kisgyerek, várjál!
Istenem, hogy ezzel kell szenvedni a gyerek miatt. Aj, na jó, gyere, jó? Oké. Jaj, Falusi, ne gyere belém, léci. Gratulálok, átmentél a próbán. Milyen próbán mentem át? Pillanatilag az életedet mentem meg a gólem elől. Jó. Mi csinálsz? Ne! Nem, én ezt nem bírom. Azonnal menjél vissza az óvodába. Légy szíves, ne szenvedjünk. Én vagyok a vezető. Nem vagy a vezető. Milyen vezető vagy? Mi van? Kajak. Mi? Adott 64 gyémántot. Mi van? Most ezt nem értem. Mi? Megkaptad az állást. Teszt volt. Ja, hogy ez egy teszt volt? Tehát te nem is vagy kisgyerek? Ez csak egy teszt volt? Te vagy a óvoda vezetője? Jól bánsz a gyerekekkel. Oké, felmondok. Szia! Istenem, mi van? Jó van, felmondok, nem érdekel. Én biztos, hogy nem, én itt nem maradok. Hol van kis? Hol van? Ott van kis. Éva, rossz hírem van. Visszajött a másik óvó néni. Ennyit erről. Megkapta a gyémántokat. Én meg is veszek egy házat. Melyik ház legyen a miénk? Melyik ház legyen a legtávolabbi az óvodától? Jaj, legyen ez. Ez még úgy jól is néz ki. Oké, ezt a házat szépen meg fogjuk venni. Nem tudom, hogy kitől kell. Gondolom, hogy majd a polgármester, de mindegy. Srácok! Iszonyatosan fura izé... Ne, menj innen? Nem akarok én veled lenni. Srácok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, dobjatok egy like-ot, iratkozzatok fel a csatornámra, csekkedjetek le a többi videómat, és ja, ez a videó után kezdődik a következő videó a Dani kalandokon, szóval arról ne is maradjatok le, és menjetek egyből oda, légy szív, és ott találkozunk. Sziasztok!